Nem, abszolút hiszem, ez nagyon jó kivondanám, hogy csak a pénzt elpukkangattuk. Tudom, mennyire kerülnek, hogy a koncerten van. Na mindegy. Tényleg foglalj helyet, én hozzám az kell. Beszélgetés. A másik részvevője a beszélgetésnek pedig sikeres vállalkozó, sok 10 éve üzletember, szeretném a színpadra szólítani Krisán László, a Kavosz vezérigazgatóját. A Kavosz egyébként a mai este társszervezője. Gyerek voltam, tudtam mégis azt, hogy baj van, zsetón nélkül csak nevetnek majd rajta. Szerintem is teljesen nem? Tehát miért? Ezt hozom el. Igen, ez tényleg van. Tudatos volt az, hogy te sikeressé szeretnél válni, vállalkozóvá szeretnél válni, és ráléptél erre az útra korán? Hát ez szerintem én ilyen komoly nem gondoltam át. Tehát, hogy én csak azt éreztem, hogy legyen, hogy szélesebb be az arcomulása, vagy a tartomulása. Szóval ez ilyen komoly nem gondoltam át, én csak úgy szerettem volna valamit csinálni, amiből jól élek, szerettem volna valamit csinálni, amit szeretek, szerettem volna valami olyan dolgot csinálni, ami kimagasló, amiben jó vagyok, amiben kényelmesen érzem magam, és szerintem ez a legfontosabb, hogy ez így alakult az életben, hogy olyan dolgot csinálhatok, amit akartam, és akkor még jól is élek, szerintem ez a legjobb kombó, hogy érzem. Laci, neked mennyire volt tudatos a vállalkozóval állás? Semennyire. Ugye a vállalkozók egy nagy része mindig kezdi a munkáját, az életét, hogy valami valami ügybe jön neki, szerencsére van egy olyan program, projekt, amire rá kattani, és ilyen szempontból nekem a nagy váltás az volt, amikor Demián Sándor, aki idén márciusban meghalt, 18-19 évezőt felfigyeltem, és azt mondta, hogy menjek meg hozzá dolgozom, mert nekem eszem ágyamos, hogy csinálkozóval fogok foglalkozni, mondtam, hogy de. Aztán azért elvoltunk egy ideig, fél alapban mutatkoztunk, hogy most akkor igen, mert meg is a véget, hogy nem elvettem, hanem akkor jövök, hogy jövök. Úgyhogy mondott egy akkor összegre, mert nem lehetett sok túl sok minden mondani, és akkor onnantól kezdve kezdtem el dolgozni mellette, most 18-19 éve dolgoztam mellette, most meghalt, pedig próbálom túlélni azt a fajta megtalálni dolgokat, ami azt mondom, hogy sikerre érjük az embert. De egy biztos, hogy ahhoz, hogy te sikeres lehessen, az nagyon sok minden kell. Persze, tudnod kell élni, tudnod kell az, hogy mik az alapelvek, tudnod, hogy egy alapiskolának kell lennie, nyelvnek kell lennie, de kell lennie marad, hogy másznak, és szerencsének is elhez. Majd, te 2003-ban kaptál egy örömlemezt, miután debütáltál a csak nagyon nem hallom ezt, mert kérlek a kollégákat, hogy a kontrollba keverjenek be minket, hogy halljuk egymást, azt megköszönjük, hogy nem hallom. Profi előadóban dolgozunk, ugye? Látom. Sziasztok! Nekem meg is szóval, és nem tudom, hogy ez meg mondja. Igen, szóval... Szóval 2003-ban fél év alatt aranyozott az első valami. Azt gondolom, hogy ez nyilvánvalóan egy siker, egy nagyon jó visszajelzés, hogy az, ami fejedben megfogalmazódik, az egy valós dolog, és az emberek nyitottak rá. Az évekkel később egyre több ilyen siker, egyre több jó visszajelzés jött. Ez fordulópont volt az életedben, illetve szerinted szükség van fordulópontokra? Hát igazából ugye egyszerűen nagy ember azt mondta, hogy minden ember életében van, olyan háromszor, négyszer, jön az a 15 perc, amikor bizonyítani kell, és oda kell tenni magad, és hogyha azt a 15 percet jól megmagolod, akkor gyakorlatilag egy életre el tudod intézni azt, hogy legyen valaki. Én ebben úgy értek egyet, hogy ezt a 15 percet ezt fel kell ismerni. Tehát tényleg így van, hogy gyakorlatilag sokszor dob az élet olyan dolgot, elét, amikor dönteni kell, és az ember akkor, ha jól dönt, és a szíve szerint dönt, nekem mindig ezt mondom, hogy a szíve szerint dönt, akkor gyakorlatilag előbb-utóbb szerintem annak megvan a látszatja. Tehát én mindig azt mondom, hogy őszintén szívből kell dönteni, abból olyan nagy baj soha nem lehet, maximum az élettől jönnek olyan pofonok, amiket ugye állni kell, de előbb-utóbb annak megvan a látszatja, ha beleteszel abba a darabot. Ez gyakorlatilag mindig így van. Egyszer egy nagy vállalkozó ismerős, most nem mondom ki a nevét, ki volt az, aki azt mondta, hogy ő tudta, amikor felvette a házára a különböző hiteleket és minden mást, és el kellett csinálni valamit, és azt mondja, hogy valahogy olyan a sejtjeiben érezte, hogy az a dolog, amit ő most csinál, azokhoz képest, amit csinált előtte, az most egy egész más, és ebből lesz az a jövő, amire várt egész életében, hogy azt mondta, nem volt
volt kérdés, hogy gyakorlatilag az utolsó pénzét, forintját, házát, kölcsönöket, pénzét beletegyek, és nagyon nagyon mellett. Tehát, hogy éreztek intényt. Igen, hát, ha jön a csa, ezt mondta, volt egy hangmérnök kollégánk, egy öreg lakatos, így hívtuk, azt mondta, hogy amikor az ember érzi, hogy jön a csa, akkor azt mondta, hogy a csát, azt meg kell dolgozni, és abban a csába bele kell tenni abba, hogy tanulját. A csá az most tetének, hogy kudarc. Mert hogy azt gondolom, hogy nem lehet valaki jó üzletember, vagy jó akár performanszívér, akár szórakoztató ember, ha nem ütötte meg egy picit az élet. Egyszer vagy kétszer. És ez nem baj. Lehet persze azt mondani, hogy Úristen, akkor mi a kudarcnak a problémája? Nem, a kudarcot abszolút tanulni kell és lehet. És igazából nem lehet mindig mindenki teljesen boldog. Lehetnek boldogság cseppek, lehet mindig siker felé, lehet sikeres ütöteid, lehetnek sikeres lemezek, amikor van. Egyszer-kétszer vele kell esni olyan, amikor jön egy pofa, kicsit jön egy naftás, amikor az ember, és az a nagy trükk, hogy ebből te hogy állsz föl. Hogy gyakorlatilag magad, és azt mondta, hogy Úristen, még van a világnak, és akkor mentek az elbújtosok, hogy azt mondta, hogy nem, megcsinálom, mert én kenyér vagyok, megcsinálom. Ugye szemben a Péter példája, Péter az elmúlt 15-20 éve az azt mutatja nekem, és üzletileg is nézve, hogy ő azt mondta, hogy én csinálom, levágtam a fejét, és ment végig mindenkin keresztül. És ez igazából ez a csúcs. Igen, csak hát ugye van egy másik rész a dolognak, mert ez teljesen igaz, viszont ugye most nyilván, ha az én karrieremet nézzük, az én életemet nézzük, akkor nyilván nekem az a valóvilág jelentett a fordulópontot 2002-ben az életemben, ami most már egyébként valamelyikben belenéztem ebbe a műsorba, szerintem most már az első rostán keresnék, annyira unalmas ember vagyok. Konkrétan szerintem tényleg nem ütnék be, mert amit én ott látok, az egész más, mint mi annak idején képviseltünk, de nem is ez a lényeg, hanem nekem ugye az volt az első nagy fordulópont, nekem onnantól kezdve gyökeresen megváltozott az életem, mégis az van, hogy utána egy pár évvel nekem azért jött olyan pofon, amiből nehezen álltam fel. Tehát azért én el nem tudtam mondani. Annak idején úgy hagytam ott az RTL klubot, egyedüli műsorvezetőként, hogy amikor kiléptem az ajtó az RTL-ból, akkor tudtam, hogy azt akkor most merre megyünk tovább, most akkor mit fogunk csinálni. És gyakorlatilag annak idején, amikor eljöttünk a Dómentől, annak idején a Tysonnal, mindig volt egy olyan lépték, amikor borzasztó egy kockázatot kellett vállalni, de amiről már beszéltünk, hogy én éreztem valahol mindig a gyomromban, a szívemben, hogy ezek jó döntések, és hogy ezek őszinte igaz döntések, akkor ezeknek biztos meg lesz a következménye. Csá! Ez olyan, hogy tegerészi a vasonyán, hova? Csak ez csá! Hát ez egy ilyen borsodó. Egész este egy üvöltözhetünk szerintem. Amikor valaki elérkezik egy ilyen ponthoz, nagyon sokan érzik azt szerintem, azt érzem, nincs pénzem, azt érzem, nem merek tovább menni, azt érzem, hogy eldobtam egy olyan lehetőséget, amit meg kellett volna ragadnom életemben. Mi visz tovább? Gyában egyébként nincs hozzájött, tehát én szerintem, hogyha belakasz azon most, akkor sérülök, hogy teljesen befordulsz, és azt mondod, hogy neked ez az egész dolog Úristen vége van, akkor maradj is ott. Tehát én azt gondolom, hogy azt nem lehet megcsinálni, hogy az ember akar is, meg nem is. Tehát az nem működik. Tehát hogyha bele akarsz várni valamiben, ahogy kilépett a Péter az ajtón az RTL-től, és tudta azt, hogy ott vége van. Egyébként akkor az volt az RTL-től, ott az abszolút első számú kereskedelmi tévé, ő kilépett, azt mondta, hogy most utána a vízüzünk. Én azt gondolom, hogy egyébként valóban nem fél évben, egy este megvesztem a való világot, esélyét nem lenne bekerülni az első időtlenmese. De ez azért van, mert egyszerűen elmentek közben az ingyen. Most tudjuk ötözni, hogy majd eljön. De produszál feltűnő lenne most. Tehát, hogy az első, a teljesen eltűntek az ingyen köszönök. Tehát teljesen megváltozott, mert aki itt ült, a fiatalok, srácok, mindegy, hogy YZ, az EG, bármilyen a generáció, egy dolgot tudomásul kell venni, teljesen elment a világ, olyan globalizáció, olyan digitalizáció van, ami arról szól, hogy ami eddig normális volt, az most talán nem normális. És ennek kezdve az a kérdésre válasz, hogy mit lehet ilyenkor nagyot lépni, tovább lépni, vinni magadat. Egyszerűen, mint a mindenhoz, hogy úszol magadat a fejedbe, hogy a hajadat fogja és próbálja belevágni, és nem lehet azt mondani, hogy nincs, csak hogy nem lehetetlen. Nem jelenleg volt egy mondás, hogy az, hogy nincs olyan, hogy nincs. És hogyha ezt elhiszed a patról, akkor ott a kezem, ha meg belállsz a saját magad, ősajnálatára és a Úr Isten vége, akkor engedem. Igen, és az én jelzetemben ezt lefordítva, hogy én soha nem éreztem azt, hogy az ott megszinten elbuktam. Tehát én nagyon sok sikertelen üzletet is csináltam, amellett, hogy viszont egy sikereset, mert egy csomószor feletettem olyan
fordulatot, hogy fogjuk megoldani. Az volt egy adott szituáció, ami hát meg kellett oldani. Emlékszem, hogy 2007-ben, amikor ugye 5 év telt el azonban, hogy én dolgoztam, komoly pénzeket kerestem, és összeadottam valamennyi pénzt, és Kótai Misi barátom felhívott, hogy van egy remek üzlet, amiben belevettünk mind a ketten az összes pénzünket, aztán 2 hónapban kiderült, hogy az és gyakorlatilag ott álltunk december 13-án, neki 1500 millió volt a zsebében, nekem 3500, és óriási nagy királyra képzettek minket az emberek, holott tényleg azon dolgoztam, hogy miből lesz ez a karácsonyi ajánlani a családban, és én akkor sem éreztem azt, hogy akkor most vége elment minden, hát tudtam, hogy hát akkor jövő héten menni kell ugyanúgy melózni, vagy keresni kell valami olyan lehetőséget, amire megijön egy kicsit, aztán már megint bele lehet tenni valami olyan, ami összejön, vagy olyan, ami nem jön vissza. Nyilván, amikor nem jön össze, azok a tanulópontok, amikről a László is beszélt, hogy hát nyilvánvalóan ezt kell fizetni. Ez gyakorlatilag elkerülhetetlen szerintem. Ingyen nem értés. Így jó. Sikeresek vagytok? Hogy gondolkodtok magatokról most? Ugye azt mondjátok, hogy ez a siker, amiben vagytok? Szerintem a képés is mondani, hogy igen, szerintem mondta el ezt, igen, vagy abszolút, én nagyon sikeresnek tartom magam, ez nem egy képés, és szerintem puszta realitás, de annak semmi köze ahhoz, hogy például mennyire vagy boldog az életben. Tehát azt például semmi nem ér, hogy te sikeres vagy, hogyha még nem érzed jól magad a bőrödben, ahol valami mit csinálsz. Az én karakteremben az én jellemem, az egyébként nagyon sok embernek azért is micska nyitogató, meg gyomori forgató, mert mind a mellett, hogy sikeres vagyok, látszik rajta, hogy jól is érzem magam. Tehát ez azért ez egy aljas dolog tud lenni egy olyan ember szemében, aki mondjuk nem sikeres, és még szarul is érzem magam. Tehát azért ez azért nyilvánvalóan nagyon tudjuk, hogy nagy pofa a másik embernek. De hogy ettől függetlenül én egy sikeres, boldog, de elégedetlen ember vagyok. Tehát szerintem én bármit csináltam pedig az életemben, akármilyen nagy dolgot, tehát mondjuk nekem életem legnagyobb eseménye az, mondjuk most március 17-én volt az, hogy megtöltöttük az arénát, és március 18-án megültünk, és akkor most akkor mit csinálunk? Tehát, hogy kell a következő fejezet. Kell valami, hogy elérülni a szemben. Siker az egy furcsa állatfajta, amit azt hiszem, hogy de nehéz válaszolni. Ugye a siker egy előadónál abszolút a lételemben naponta meg kell a sikerre küzdenie, naponta kapja a visszajelzés jó vagy rossz irányba. Ilyen szemben az üzletéletben ez matekba látszik, hogy most akkor bejött vagy nem jött be, jött pénz, nem jött pénz. A üzleti tervez a végén sikerült, nem sikerült. Tehát picit mások a mértékek, a mértékek csinálják. Viszont egy biztos, az emberi érték részét az ne tegyük figyelmen ki. Leszted valami gazdag, valami sikeres, valami befolyásos mérő van, hogyha bajod van az egészségeddel, bajod van a gyerekeddel, beteg valaki a családban, akkor pont le fogod szalni azt, hogy mennyire vagy gazdag és mennyire vagy sikeres. És érzed magad szerintem a sikerestől, hogy a boldogtalanságból az az érzés elveszi azt a fajta mámort, amit biztosítan a... Vagy nyomkodzat. Igen. Bár ez szerintem jó érzés, hogy ebben nem tud ilyen esetben. Van egy példám, ami nem egy jó példa, de annak, hogy az én lányom nagyon beteg volt 3 évvel ezelőtt, tényleg mondom, ott maradt, és akkor egyszerűen az volt, hogy nem volt lehetőségem más, és azt mondta, hogy valaki segítsen már, mentünk az Istenhez, mentünk mindenki, az ember ilyenkor nem gondolkodik azon, amit pénzre meg lehet venni, azt megvettük, amit meg lehetett fizetni, megfizettük, úgy, hogy van, de amikor ott állsz egy ravadék kórházban, szombaton délben, és rúgósod a WC-ből a csempét, és onnantól kezdve van az, hogy sikeres vagy akkor, hogyha sok a pénzed, sikeres vagy akkor, hogyha megvan a befolyásod, vagy az a fontos, hogy legyen egy ilyen próbálat. A Péter az előbb mondott, hogy minden benne legyen egy kicsi kép. És az, hogy elégedetlen vagy, hogy új célokat tűzölek ki, az nagyon fontos, hogy mindig kell valami, amire mész tovább. Ma, hogy állok, van előttem, tök jó, megyek tovább, elértem, tök jó. Van egy olyan pont, ahol egy előadó művésznél ezt lehet, hogy kiégésnek hívhatják, de neki azért, hogy neki mindig van újabb és újabb performance lehetőség. Egy üzletben másikat kell belekezdeni, picit másik az egész, de a végén nem ugyanaz. Keresni mindig egy új kihívást, vagy egy nagyon jól oroszó kihívást, keresni egy új olyan budit, amiben bele tudsz szállni, és hogy jól érzed van. De egyébként szerintem ami a legfontosabb, hogy igazából ezek a dolgok, amiket ugye beszéltünk a boldogsággal kapcsolatban, a legtöbb sikeres ember életében, én azt gondolom, akár ez bátran kijelenthetem, hogy akiket én ismerek, azoknak ilyen több mint 80%-ában az életben először az adódott meg, hogy rendbetették a saját életüket a boldogságban, és utána érkezik meg, mert ugye az ad egyfajta olyan nyugalmat, ad egyfajta olyan biztonságérzete,
és sokkal jobban működik a az üzlet. Tehát például nekem ha én most belekerülök a konkrétan, hogy nekem a válaszokra, ha volt a valóvilág, akkor utána az az, hogy ugye megcsináltuk a Belehal című után, és az hogy egy borzasztó nagy sikert értünk el, ami utána mind megváltozott a megítélés, mind megváltozott a részünkről való hozzáállás a munkához, a belefektetett erő, energia visszaadta magát, és ez nekem nem volt véletlen szerintem, hogy bár én azt a mondtában a megjelenés előtt megértem azt hiszem 4-5 évvel, de akkor vált egy ilyen, amikor ugye megérkezett vele a kört, hiszen a Vince Gerő véle, de igazából az nem érett el, hogy az kitartott addig, amíg a nóta, azt hiszem márciusban, hogy az én ügyen belőle belőttem született. Tehát, hogy igazából akkor érett meg ez a dolog arra, hogy ott volt mögöttem a hajni, ott volt mögöttem a gyerek, és akkor volt egy ilyen nem is tudom, ilyen 100%-osan biztonságérzet, ami szerintem nem tud pótolni semmilyen össze, vagy visszajelzés rajongóktól. Úgyhogy szerintem ez mindenféleképpen fontos, hogy mentálisan az ember rendben legyen, és ami a legfontosabb, hogy higgye el azt, amit ő csinál, amit ő képvisel, amit ő akar, annak igenis ereje van, súlya van, és ami fontos, hogy higgye el, hogy amit ő akar csinálni, arra van igény. Tehát azt akarják ezt. Kíváncsi vagyok, hogy közben eszembe jutott egy kérdés, hogy ugye nagyon sok mindent elértetek, valami sok mindent megvalósítottatok mind a ketten. Hogyha az üzleti életben, tehát nem arra gondolom, hogy legyen egészséges a családban, vagy bármilyen sem, tehát hogyha az üzleti életben lehetne egy kívánságotok, akkor mit szeretnétek? Mi a következő cél, amit elérjétek? A Majkát finanszírozni, az jó? Örökre fogod hallani, hogy az Mit lehetne kérni az üzleti életben? Nem tudom. Egyet? Én azt kérdem az üzleti életben, hogy tudjak egy olyan vállalkozást összehozni, amit interneten keresztül humán munkaerőforrásért meg lehet csinálni. Valami olyan is, amit például Érgény Klaszak, az egy magyar srác, úgy hívják meg Gábor, és ő üzemelteti a kapapontot, ahol összegyűjnek a hírstartot, ahol összegyűjnek a hírek. És gyakorlatilag egyszer beszélgettem vele, és mondtam, hogy hát figyelj, Majka, kevésbé vállalkozást tudok mondani, ahol a bevételnek a 2%-át kell arra fordítani, hogy karba legyen tartva a vállalkozás. Tehát ez egy óriási, tehát ezt el nem tudom képzelni, és azért, mert az elmúlt 6 évben, amióta üzemeltetek vendéglátó egységeket, én például a humán erőforrástól vakarodzom, tehát hogy mindenkivel megbeszélni azt, hogy ő most beteg, én nem tud bejönni, Szakács az kicsit lerúgott, de most ő nem tudja megcsinálni, hogy el tud mint a hajnáltalán megjelés meg tudja csinálni. A motoros utának beteg a gyereke, sajnos késik a hamburger, mert csak két utára van. Tehát hogy ezek ott járunk, hogy én a fejemet verem a falba. Mennyire jut el hozzá lesz? Na most már nem, mert most már leadtam. Tehát most már azt mondtam, hogy ott dolgozik nálam egy srác, most már lassan 4 éve, és azt mondtam, hogy te vagy az üzletvezető, én azt gondolom, most Stravicsia tévedek, de hogy igazából ilyen közlekben üzletvezetőt találni, aki megoldja az életet 100%-os, azt nem lehet, már csak azért sem lehet, hogy olyan, aki meg tudná oldani, az magának fogja megcsinálni, ha meg olyan, aki nem tudja megoldani, az meg soha a büdös életben nem fogja úgy csinálni, hogy neked teljesen jól jön. Tehát, hogy mondtam a csávónak, hogy drága Roland, te itt dolgozol 5 éve, adjál nekem ennyi pénzt, ha mondta, és csináld meg az üzletet, hogy akarod, intézd meg, hogy akarod, és viaskodjál te mindenkivel. Ez a nyernyerő üzlet, tehát mindenki jól jött. Hát én nem annyira, amelyik beletettem az képest meg mindenre, ő mindenféleképpen. Igen, de az a nagy baj, hogy a mai munkaerő részletben, egyébként a kérdést az olasz, hogy szívesen lennék Bill Gates unokája, az, hogy sokat segítene ahhoz, hogy az ember teljesen el tudja szakadni a valóságtól. De a mai munkaerő helyzet, amit a Péter mondott, az egy biztos, hogy tehát ma a munkaerő, a vendéglátás, ez a annyi esély van ott egy lufnak a műzárban körülbelül, tehát ez azért nagyon-nagyon nehéz ebben bármit elérni, tehát én biztos elekednék most a következő, most is a következő 5 évben mindenfajta vendéglátás, szolgáltatóipar, használat, ami humán erőforráshoz van kötve, és hát is megoldás, mert a demográfiát nézve az, hogy kb. 40%-kal kevesebb magyar születik mostanában korábban, az azt jelenti, hogy ez ma is probléma, de ez minden fogunk lesz 5 év múlva, 8-12 év múlva. Itt vagytok, nem csináltak elég gyereket, akkor ennek az esélye, hogy a szolgáltatóipar nagyon komolyan meg fog zekkelni, ebbe benne lesz. Egyébként vannak elég megoldások, digitalizáció, robotizáció, azt jelenti, hogy ki kell váltani minden mindennel,
járóban ez működik, a boltokban talán működni fog. Ma reggel hallottam egy statisztikát, hogy a tanárokat nem lehet kiváltani csak és kizárólag, nem értek a helyére, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy tényleg át kell menni arra a gondolkodásra, hogy itt a digitalizáció mindent el fog érni. 10 év még nem volt mobiltelefon, most mindenkinek legalább 2 van a zsebébe. 10 év még nem volt arról szó, hogy most az internet mindent átvesz, most mindenkinek gyakorlatilag azon keresztül közlekedjek mindene. Hát innentől kezdve az, hogy lesz önvezető autó, ez már nem a science fiction, ez a kb. Fél évre egyébként a zenéje, és nekünk erre rá kell tudni szokni. Én ebbe tennék ma egyébként nagyon sok pénzt, a robotizáció, digitalizációba, és mindabban, ami arról szól, hogy hogyan lehet ma ember nélkül csinálni dolgokat. Ez nem azt jelenti, hogy az embereket el kell engedni, hanem azt jelenti, hogy át kell őket nevelni arra, hogy ő a gépet irányítsa, és ne ő csinálja a kézi munkával a dolgokat. És igen, nem beszélek arra, hogy mostanában valahogy, hogy a gyakorlatilag a masszumet egy gyerekeknek a 30-35%-a olyan munkát fog végezni, ami még most nincs. Tehát, hogy ez félelmetes, tehát mit tudom, egy drón kell egy pumpáló, vagy ilyen nem létező foglalkozások. Érted? Nem is tudjuk elképzelni, hogy mit hozzá az elkövetkezendő 20 év. Drónkerék pumpáló. Hát én beletennék ebbe a pénzre, tudod, hogy ez a DKB-t állt. Micsoda kreativitás. Kiterelne pénzt. De egyébként én hogyha tehetném, akkor valami olyan fajta úton vállalkozik most, amiről még nem is tettem le nagyon, most elárulom egy ötletet, viszont ez egy ilyen teljesen közhasznú dologként is működik, hogy az embereknek valahogy a mentális egészségét karban tartani. A jelenleg a mai világban szerintem az a legfontosabb, hogy pontosan a fiatalok azok nem tudják felvenni a pénzerejét, eleve olyan példának előttük, mint a média által, és akár ezt magamat is beleértem, bár én azért mindig kihozom ilyenek magam, hogy melózódik, mint az állat az elmúlt 18 évben, de azért tudom nagyon jó, hogy elmenni egy boltba dolgozni 200.000 forintért, akkor nem lesz olyan még egy májkőkorsztáska, meg nyaralás maradékon 2 hét vagy 10 nap, és akkor mi van a Facebookon, amikor az Instagramon azt látjuk, hogy bizonyos embereknek ez a munkájuk, akkor nyilván megtesznek mindent az emberek azért, hogy legyen. Mondok egy elég ijesztő adatot, tehát például nekem a legijesztőbb az, amit én hallottam az elmúlt 2 évben, hogy ma jelenleg Budapesten 50.000 fiatal lány dolgozik az erotikus iparban. 50.000 fiatal lány, aki azt választja, azt a könnyű fajta melót választja, hogy ő igenis saját magát állja valamilyen nem tudom módon, többnyes a striptiztáncos legyen, vagy erotikus masszástól elkezdve bármiféle szolgáltatás, hogy ő ebből próbál könnyen megélni. Mert tudja nagyon jó, hogy azt például meg lehet fogni, hogy akkor lehet sok pénzt keresni, és nem azt mondja, hogy igenis én vállalkozom, és igenis használom az agyam arra, és webshopot csinálok, vagy kitalálok valami olyan dolgot, amitől működik az én mentális egészségem is, és a saját jellemem is fejlődik, hanem egyszerűen megfogom a magunk könyvét. Szerintem ez nagyon-nagyon ijesztő. Én ebben nagyon sok pénzt tennék valamit. Ez komoly probléma, és valóban talán egyre jobban gyűrűzik be, hogy az online világ terjed, és mindenkinek ott van a kezébe az álomvilága, ami nem az. Igen. Hát és sőt, az nem, hogy nem álomvilág, az egy... Ez egy nagyon nagy baj, ez a mintagyártás. Tehát én azt látom, hogy a körülbelül embereknek tekintetében is viszonyos sok olyan ember van, aki olyan mintákat próbál lekövetni, ami egyébként nem ő. Próbál mindenki Kim Kardashian lenni, mindenki Margos Péter akar lenni, mindenki olyan akar lenni, hogy az valóban passzolja az egészet, de hogy ezek olyan minták, amik biztos, hogy egészségesek. Az influencerekről volt itt tegnap szó, az influencereknek a hatáskanalmusa azért nagyon megvan, nekem nagyon megvan ezt a személyesen. Én nem is nem lépsz az 50.000 alapjogat, aki ezzel foglalkozik, bár az igény biztos nem volna rá, de biztos, hogy azok az influencerek, akik ma befolyásolják az embereket, és több 10 millió embernek adnak olyan, akár negatív példákat, amelyeket talán azok a fiatalok magukévá tesznek. Én a fiamon látom azt, hogy ő is hallgatja a repet, hallgatja azt, és akkor a valóságokat tud nézni a neten, hogy hihetetlen a YouTube-on, hogy hogyan kell enni a kurkuma port, és hogyan kell tenni a püszkölt 2 órán keresztül. Ezt nem tartom egy olyan mintának, csak a gyerek hiába mondta azt, hogy jó, hűlejtés. Ezek azért benne vannak a képben, hogy nem tud úgy kezelni az egész dolgot. A generációváltást persze meg kell ejteni, de a generáció között, ami nekem, ami anyámnál az volt, hogy most akkor úristen kicsit, hogy milyen ilyeséget csinálsz, és úgy érezted, hogy mi a saját gyerekünk. Te is azt fogod, hogy te is akkor olyan kicsit, hogy nem áll.
nem csinálni, ez nem lesz. És az a baj, hogy ezeket a mintákat nem tudjuk befolyásolni. Bejön a házba az internet úgy, hogy nem veszed észre a tévén keresztül, a neten keresztül, hogy a gyereket mit néz. És innentől kezdve megvan a veszélyhelyzet, és megvan az a fajta egészségtelen helyzet, hogy nincs kontroll a fölött, ami begyűjtszik hozzá, és ezt meg kell tudni akadályozni. Nem lehet egyébként, de legalább a szándékot csinálják meg ti is, mi is bármilyen. És amire nem beszél arra, hogy te nem tudod, hogy nem járnak, hogy nekem olvastam egyszerre nyilatkozatát, és tőle például azt kérdezték, hogy miért keletre terjeszkedik meg a nyugatra, és úgy, hogy egy nagyon-nagyon szép vonalban elmondtam, ami szerintem az egész világnak a globális problémája, de főleg Európának a legnagyobb problémája, hogy ő nem hisz abban a fiatalságban, akik az izraeli tengerparton nyaralnak inkább a helyen, nem tud dolgozni. Tehát ez egy nagyon-nagyon iság. Tehát ha megnézzük, hogy Európa mennyi termel, mennyi segélyhoz ki, és hogy ennek az arányait, hogyha összevonjuk, akkor gyakorlatilag meg kell azon csodálkozni, hogy mik Olaszország, Portugália, mindegyik olyan ország, komoly válságban van, akiről még esetleg azt is gondoljuk, hogy teljesen rendben van az élet. Ettől függetlenül én, ami a legfontosabb, soha nem akartam tanácsokat adni senkinek azzal kapcsolatban, hogy ilyen példaképpen végig nem akartam soha lenni, mert csináltam az életemben egy csomó olyan dolgot, ami szerintem nem példaértékű, de viszont mindig a legfontosabb, amit mindig el akartam mondani, azoknak az emberek, akik egy percet is töltenek azzal, hogy megmaradnak engem, amit már elmondtam, de valahogy azt szomatékosítani, hogy önmagomba vetett hitünknél, és az önmagom boldogságának a keresésénél nincs fontosabb a világon. Tehát ez felülír minden vállalkozást, az, hogy jól érezz az magunknak. Ez komoly végszer, az nem fogod tudni bele. Azon gondolkodom, nézek a szervezőkre, hogy van-e még arra élő esetek, hogy a közönség kérdezzen egy párral. Három kérdés? Jó, hát akkor négy. Hoppá, erős volt, ne csak a Robi, kérlek, itt volt egy. Köszönöm, Laci. Köszönöm szépen. Robikám, gyorsan majd. Valóban nem vagyok, és előadó művészként és vállalkozóként vagyok jelen. És ennek kapcsolatban, szia, bár nem ez a bizniszem, humoros bűvész műsorokat készítek interaktív trükkökkel, mégis örök dilemmám az, hogy előadó művészként a vállalkozói stratégia része kell legyen a bulvár, média és sajtó, avagy ki lehet ezt kerülni, lehet-e mentesülni a magánéleti cikkektől, bulvárplegykáktól, vagy nem is célszerű. Hát én szerintem lehet tartani valamiféle egészséges dolgot részéről. Én azt gondolom, hogy rögtön az elején, amikor, hogyha még az ember abban a stádiumban, hogy azt akarják, hogy megismerjék, akkor azt akarja, hogy megismerjék, akkor mindenféleképpen jó az, hogyha bekerül a bulvár médiába, bár azért azt hozzáteszem, hogy jelenleg a bulvár médiába bekerülni, az gyakorlatilag úgy néz ki, hogy amiről beszéltünk, hogy azon a rostán, mint a való világban, ami most van, azon most nem lennék át. Tehát te azon akarsz bekerülni a bulvár médiába, hogy jó, de jó, vicces vagyok, és milyen jó, hogy járnak, mert akkor már nem kíváncsi senki is, hogy most manapság. Ahogy hogy ki lenne a pasi, hogy ki volt a pasi, vagy hogy mesztelenül dolgokkál, tehát valahol meg verekedtél, vagy balisztál, ezzel nem vagy mennyi pénzed, vagy mennyi nincs, azzal gyakorlatilag bármikor be lehet venni. Én azt mondom, hogy kikerülhetetlen, időként, hogyha már benne vagy, akkor lehet valamilyen szinten kapcsolatot tartani velünk, hogy ne legyen annyira egyoldalú részükről a hülyeségek való megírása, de azt azért nem állt elfelejteni, hogy igaz, hogy most itt ülünk valamennyien, és az országban vannak vállalkozók, fogalmam sincs hány százalékban emberek, és vannak különböző egyenértelmesen gondolkodású emberek, de van, akiknek ezek a bulvár médiák, ezek maga a biblia, tehát ők ebből építkeznek, ebből tanulnak, és nyilvánvalóan ezeket az embereket ki kell szolgálni, tehát ez a fajta promóció, ez mindig lesz, amiben elkerülhetünk. De most nem összeszedjük a Péternek a bulvárjában, akkor sztársz. Inkább egy valami... Nem nyűszik valami más. Nyűszik, hogy lehet, hogy van is. Otthon betettem a hormonát. Elég gyorsabban mehetek, itt volt a második kérdés. Szuper! Sziasztok! Hagyatani vagyok. Majkától egy Pétertől szeretném megkérdezni. Először is szeretem az előttel, azt is a március 17-én én is feledobráltam. Köszönöm szépen! Jó, hol már nekik, hogy én jövök? Kurva jó. Tényleg voltam a pénzes utána, és nem tudtam, hogy te ekkora király vagy. De tényleg, az egy akkora buli volt, hogy hihetetlen. Igen, a stábulhoz tartozik a srác. Igen, azért. Mindig eljegyek, ahol megyek, és mondjuk a stábulhoz. Ötromnyat adtam, még nem mondom többet. Na, szóval azt jelenti,
és én követlek ott is. Most már nem kérdezik, hogy gyerünk, gyerünk! Fizetek politikai érdetésünket hallották most. Azt szeretném kérdezni, hogy tehát te műsorvezető vagy, rapper vagy, azt hiszem, tip mix vagy valami fogadással sokos, akkor ételmet is vezettél. Mi vagyok? Ez a kérdés? Nem. A feleségeddel van, hogy külön nyaralsz, családdal nyaralsz, barátokkal nyaralsz, tehát hogy osztod az időt? Ja. Mit szeretsz, mit csinálsz? Ezt nagyon tudom. Ezt hogy? Melyik a kérdés? Mit szeretsz, hogy osztod is? Figyelj, először is köszönöm, hogy eljöttél. Nincs mit. Nagyon jó az akkor, nagyon jó, jól is áll. Látom, ha méreted oda, nem esküszöm. Nem, azt mondtam. És látom, hogy egy fotóba is jársz, tehát ez is helyzete jó. Most a körmény adtam egymást teljesen. Gyakorlatilag úgy osztom meg, van úgy, hogy sehogy egyébként, tehát vannak olyan dolgok, amikor de például ez a feleségemmel megyek nyaralni, meg külön megyek nyaralni, ez pont az a rész, amikor nem kell beosztani, mert ugye ez pont arról szól, hogy ez lenne az apróbb része ennek az egész szisztemnek, úgyhogy nagyon nehéz. Én nekem van egy filozófia, ez 3 évvel vezettem be a csapatnál, amikor totálisan abba hagytam mindenféle ilyen helyi klubban, késdobálóban való fellépést, ahol zenei alapokra próbáltunk a mikrofonban bohóckodni. Áttértünk, ugye volt egy szintén, és áttértünk a nagy zenekaros kutatványra, és ott is behoztam azt, hogy minden 5. hét szabad a zenekarra, és nekünk is. Ugye hát nekünk nyilvánvalóan kicsit könnyebb, mert mindenki 40 év körül mozog a zenekarban vagy felette, tehát ez már nem egy osztálykikámolás kívül, mert mindenkinek van otthon egy családja, úgyhogy ezzel lehet számolni már évelején. Kilőjünk egyébként, mindig a Volt Fesztivál az a dátum, de ahol mindig lemerök, és akkor 5 napig sátánistán leszom magam nagyjából, és akkor az az 5 nap, amikor visszafele és előre ki lehet számolni ezeket az 5 heteket, amikor szabad az összes zenekarok, és az naptárinak tudjuk, hogy akkor mindenki azt csinál a családjával is úgy, amit akar. Tehát, hogy ezt valami így lehet meg beosztani. Sajnos sok olyan van, amit én sem szeretek elvállalni, sok olyan dolog van, de ezzel most nem lehet csinálni. Igazából szerintem a magicél összetett, de sokkal rosszabb lesz, mint mint én nem? Vagy már minden van? Az a baj, hogy nincs az, hogy szabad, tehát nem tudok megcsinálni, tehát amikor üzlet van, akkor nincs, nem tudom csinálni. Nem tudsz elni valahogy arra? Nagyon tenni nem azok az embereket, akik egyébként nagyon jól tudják számolni a saját homogén munkáját van. Ugyanazt csinálják minden nap. Tudom, hogy Lucsi, én szeretek több olyanos napi munkát komolyan, de ez nekem nem szokott összejönni. Akkor egyszer találkoztunk, miért a Mátának fontokat forgattál, akkor sajnod el tudom magadtól vinni. Azért üzletem utóval viszonylag nehezebb ezt megjátszani, de ettől függetlenül azt mondom, hogy nem is kell abban gondolkodni, hogy az üzletet összekeverd magánélettel, teljesen különböző szakma, teljesen különböző gondolkodás igényel. Meg kell próbálni, amennyit lehet fordítani a gyerekekkel, azok legfontosabb a gyerekek, családra, azt a komfortérzetet megtartani, hogy föl tud magad tölteni. Mert hogyha te teljesen leveszel szívva a nap végén, akkor te lehetsz bármilyen nagyon-nagyon sikeres, egyszerűen kiégsz. És az a bőrmelód, ami van, az egyszerűen nem lesz lebutolható a harmadik érén tudunk tenni. Nézzük egy utolsó kérdést akkor. Sáncok? Én látom, hogy az elmúlt 18 évben bármilyen sajtot tanulkoztatunk, hogy egy viselő nem kérdezett egyet sem. Képzeld el, ez létezett, de most az a munkája, hogy eljegy sajtótájékoztatóra, és megtudjon valamit, és nem kérdezett soha. Mi a tanulság? Ne legyetek újságok. Már most van 2 kérdés, tehát én már nagyon boldog vagyok. Ott lehetünk egy részlet, hogy jól választok. Tehát lehet, és nem választok. Meg van a győztes harmat, a kicsit kérdezünk. Sziasztok, Csáki Márti vagyok. Mindenkinek vannak nehéz időpontok az életében. Mi az, ami a ti életetekben a legnehezebb volt? Hogyan oldottátok ezt meg? Előbb én mondtam ezt a magánéleti dolgot a lányomból. Azt mondom, hogy annál szabad nincs. Tehát, a gyerekek ott van most, akkor túl éve nem érdekel, annál nagyon nincs az össze. Tehát nagyon tehetetlen, hogy is egy több esélytelen vagy, hogy bármit kérdél, az nagyon gyűlök, hogy szív összeköt, és az alapban növek mindenkinek. Üzleteleknek ugye az előbb mondtam, hogy nem kell tönkre esni attól, hogy van menet össze. A buksz akkor sem. A Péter is mondta, hogy neki is volt olyan bukója, hogy étterembe belakadt várososan jött neki össze. Igen, van ilyen, újra kell csinálni, bele kell állni. A kudarc az egy tök jó
kuborát. Tehát mindenki közül egy úristen kuborc, ez nem a gáz, nem, ezt megvédjétek el. Hihetetlen sokat lesz el tanulni. Nekem azért nem tudom még egyszer, hogy azt a valóságot megvédni az egészen, az is valószínűleg nem fogsz tudni csinálni három napon belül, vagy egy hónapon belül, nem, nem fogsz találni még egy újabb ételen a megcsinálásában, mert rájössz, hogy ez nem működik. Tehát a kutarcot az föl kell tudni használni arra, hogy építkezz belőle, és ilyen szempontból azt mondom, hogy a magánélet és a magánéleti válságok azok, amik szokott segítenek a dologban ahhoz, hogy próbálj tapasztalat és erőt szerezni, és a munkai balesetek, amik történik, azok elő érdekelnek ahhoz, hogy ezeket még ezt megkövesd el. De mi annak volt egy olyan munkás, ha már előbb tartál rá, hogy nincs olyan, amit ne tudnál megcsinálni akkor, hogyha nagyon akarod. És még egy mondat, hogy jó pénzhez sose tegyél hozzá rossz pénzt. Nagyon fontos mondás, hogy amikor valamit elhagytál,